Pozs Gulmesami, Sándorló fiak ismét a War Thunderből, és mivel régebben én voltam a francia tektének magyarok közt egyik nagy szószólója, ezért miután visszajöttem a Nászútról Salvatoréval, visszatértem a Ariete PSZ-ommal, visszatértem kicsit a franciákhoz, ugye már időtlen idők óta ki volt itt a TP-re a Leclerc, éppen összejött a Silver Lion, nem akartam jetet venni az oroszokhoz, mert nem kívánja a szervezetem a jetrepülést. Megvettem a tankot, nem akartam a Stogrinddal balrodni, úgyhogy egyszer kigoldoztam a legtöbb modifikációt, amit nem, azt meg mindjárt össze fogja magának kapni a kislány. És itt van a garázsban Monsieur Leclerc. És mit kell tudni Monsieur Charles Leclercről? Nekifutottam ennek a videónak elsőre, és egy 20 perces garázsdumát mondtam el róla. Igazándiból a valódi Leclerc-hoz szerintem inkább hagyjuk is, megpróbálok fókuszálni most ebben a videóban a játékbeli Leclerc-re, mert az nem fog összejönni, hogy elmondjam, hogy a tankban milyen technika van benne. Tehát ez elképesztő ez a tank. Gyerekek, ez egyszerűen elképesztő ez a jármű. Annyira sok technikai, műszaki csemege és érdekesség van benne, hogy azt nem lehet ledalálni egy pár perces garázsdumában, úgyhogy fókuszálni a War Thunderbeli önmagára, mert túl dumálom magamat. Na, ami azért fontos, és még megemlítem a valóságból, csak annyi, hogy ennek az ágyonak hővédőköpenye van. Nem a szokásos füstelvezetést alkalmazza, ami az a nagy pukli a NATO takott csövének közepén, kérdeztétek, hogy mi az. Nem, ennek sűrített levegős gázelvezetése van. Ugye sűrített levegővel fújja ki a mindenféle égés terméket lövés után, hogy ebből semmi ne kerüljen vissza a toronyba. Egy saját tervezési oldalod, erre van elváltva, mint a War Thunderben 5 szekes töltésidő környékén garázdák, hogy nem 6 szek. Nem, oké. Valóságban itt 6 szek a töltés ideje, jó, legyen így. Na mindegy, nem veszünk el a részletekbe. Nem csak a löveg van stabilizálva, kapaszkodjatok meg, a torony stabilizátorral rendelkezik. És követelmény volt az, hogy 50 km/h sebességgel mozgó Leclercnek 5 km-ről célba kell találnia, méghozzá hiba nélkül. Ugye az optikai feldejtő rendszere az több rétű termállal, mind a parancsnok, mind pedig a irányzó lövész természetesen rendelkezik, Hunter Killeres tanknak számít a War Thunderben is. Azonban tudni kell, hogy a parancsnoknak összesen 7 periszkópja van, 7 periszkópa rendelkezik összesen, jól hallottátok, 360 fokban panorámáson lát. Ezek közül a legnagyobb a termálás az, ami 20 fokos sűjesztési, 40 fokos emelési szöggel rendelkezik, de egyébként a modernizációs csomagnak egy felderítő drón, saját felderítő drón is a része. Illetve ezt a Giat löveget majd le akarják cserélni egy 140 mm-es, amelynek a neve Terminátor. Direkt válaszul a T-14 armatára. Szóval a NATO-k ez a 140 mm-es hűmet felé orientálódó tudjanak válaszolni a T-14 armatára. Hát érdekes, újszerűen fújnak a NATO-nál. Aztán ami még nagyon francia benne az az, hogy az átlagosnál a megszokottnál nagyobb kaliberű párhuzamosított gépfegyvere, ez ebben az esetben 50 kaliberes, hiányzik a 20-as, de ez is több, mint a többi NATO-tunk esetében, 762-esek. Mert a másik francia specifikum az az, hogy a ködgránátvetők, amit 80 mm-esek rajta. Ezek nem csak ködgránátvetésére, hanem a gyalogság élő előre repeszgránátokkal is be lehet őket tölteni, tehát repeszgránátokat is képes szólni, tehát osztjám a halált elég rendesen. Nagyon elképesztő védelmi rendszere van a tanknak. Gyorsan nézzük meg az X-ray-t, mert túl fogom magam dumálni megint. Ugye 56 tonnás, és ezáltal az egyik legkönnyebb NATO MBT. Ugye a Type 10 Hitomaru mellett ő a másik legkönnyebb NATO MBT. Inkább az aktív védelmi rendszerekben hittek, és a passzív védelmen a páncélon igyekeztek spórolni a súlyán. Éppen ezért lett elvetve a csobán páncélzat, ők azt nem vették meg. Eleinte egy lyukacsos fémnemezekből álló páncélja volt, aminek az a tulajdonsága van, hogyha a kémiai lőszerre vagy rakétával talált éri, a kumatik sugár gyakorlatilag a talált helyétől mindenféle ányaba is szétvezeti. Gyakorlatilag szétfúj a páncélon belül, a kumatik sugáros hatástalan marad. Na, ezt cserélték le 2002-ben egy Titan Wolfram ötvözetnek a... Tehát ez nem ilyen, hogy is mondjam neked, Rolled Homogenous Armor, meg Nera, meg megint Rolled Homogenous Armor, Hengered páncél, Hengered acél páncél és Nera elemeket tartalmaz. Ez a rejtélyes Nera, ami benne van, ez valójában egy Titan Wolfram ötvözetű anyag.
És valami érdekeset mondjak, hogy a Titán Wolfram ötvözeti páncélzatáról, ugye a Leclerc ezt megkapta, majd ezt követően már a Leopard 7-es sorozatban ugyanezt az anyagot kezdték alkalmazni a torony páncélba. Tehát a páncélzatára nézve a Leopard, az nem a Challengerre meg a Abrams-szel rokon, annak a Leclerc a legközelebbi rokon, ha a páncélról beszélgetünk. És ugye a saját tervezési löveg, 120 mm-es GIAC CN 120-26 F1-es ágyú, saját tervezési autoloaderrel is rendelkezik, és az autoloader ebből a redirectből adogat, aminek elméletben 20-25-szer a kapacitása. Ez, hogyha kilövik igazából, kiég az ammonek és csókolom, még egy autókészüléket sem létfontosságú elpazarolni. Szoktam félteni benne egy újcsa motort, ezt inkább én el szoktam oltani, de volt már nem oltottam el, és igazából egy idő után magától bealszik. Szóval nem egy akkora nagy történet. A motor az megemlítem benne az érdekességeket, legalább valamilyen szinten tényleg beszélni kell a tankról. Finn motor van benne először is. Gondoltam volna fene, én se tudtam, Finn motor van benne, bármennyire meglepő is. Amely puskázunk el a jegyzeteimből. Vratislav, valami, inkább ide fogom feltozni a motorra, meg se próbálom kiejteni. Egy a lényeg, 8 hengeres, és rendelkezik egy magas nyomású szuperturbóval. Nem sima turbó, szuperturbó, magas nyomással. Tulajdonságok közé tartozik, hogy van egy védelmi módja. Most a védelmi módját úgy képzeljétek el, képes leállítani az elsődleges dízelmotort, és csak a turbinákat pörgeti, a turbó feltöltenek a turbináit, csak azokkal 8 kW teljesítményt adnak le, el tudják vinni az egész felhasználó komputerrendszert, ami van benne, és tud velük egyrészt csendesebben mozogni, másrészt azt állítják a franciák, hogy annyira csökkenti a hőjelkibocsátás, mint a Leopard 2 A7 plusz a barakudával, ami egy átszáról hasonló pony van, rátehetik a tankra és nem látja a termel. Hát azért ezt nem hinném, hogy azt utolérik vele, azt a teljesítményt, és azért ott egy rendes dízelmotor maradt benn. Ugye a franciáktól csak is, és kizárólag az Egyesült Arab Emirátusok vették meg ezt a tankot. Ők, amikor megvették, egy másik motort kértek bele, milyen érdekes. MTU 883-as 12 hengeres, és az arab motor sajátossága, hogy az kerozinnal is működik. Igaz, hogy kerozinnal nem tudja adni a teljes teljesítményét, 550 km-t képes megtenni egyébként a harckocsi, de pótüzemet tartályok is felesztelelni, ekkor a hatótávolság elérje 650 km-t. Na, megint tudomáltam magam, jó van. Semmi baj, nézzük meg a páncélját. Ugye az egyik legpáncélozottabb MBT 10.3-ban, ezt lehet róla tudni. Hát a pocovasz kronikus gyenge pont, az a klasszikus ugye 50 mm-es, ugye a rengettes takokról megszokott a értéket fogunk látni. Sokkal jobbat nem kell tőle várni, meg csodákat. Van azonban itt ez a kompozit, ami már megszületett korábban, a DM30 számot, ez is eltemette már nekem. Így megállt bennem, mint a dárc táblába, és így köszike, ennyi voltam. Ez a páncéllemez itt fölül, ez megint valamelyes kidván ráhúzva ki van terjesztve a kompozit, de ennek a védelmi értékénél Galjani szerintem csak alsóütésszerrel valami satszoltak, mert igazából senki pontosan megmondani nem tudja. A Torian Front a szokásszerűen bitangerős, mint egy 10-3-as MBT-nél megszokhattuk. Ez egyébként moduláris elemekből áll, annyira moduláris elemekből áll, hogy konkrétan csavarozva van a tarnak az alappáncélzatára a külső kompozit, úgyhogy ezeket egy az egyben blokkonként le lehet cserélni, hogyha valamelyik megrongálódik. Megkönnyítve ezzel a harckocsinak a harctéri körülmények közti üzemeltetését, valamelyest oldalra is védi kompozit. Annyira védi valamelyest oldalra a kompozit, hogy DM33-on esett nekem egy Leopard az intróban, láttátok azt a kilt. Megpróbálta valahol itt meglőni az ágyazává a környékét, és benyelte. Tehát még a páncélhoz tartozik a War Thunderbe, az is igazság szerint, ha kémiával lőnek ránk, mondjuk ezt okos tank hítőszerrel, ez az üzemeltartály gyakorlatilag elég fantasztikusan véd hítre, hash-re, néha még ATGM-ekre is, illetve itt is van üzemanyag tartály, ami az armoreket védi be, ugye van a hasában is egy lőszerrekesz, és hát üzemanyag mindenfelé, ez egy nagy hatótávolságú MBT. Meglehetősen bosszokájosan jó sebessége minden lövenetben, mind hátamenetben, azt a stabilizátorának neki sokkal jobbnak kell lennie a stabilizátor szempontjában, mint bármilyen más tagnak a volt Thunderben jelenleg. Amiatt, hogy a torony is le van stabilizálva külön, nem csak a löveg maga, az nincs lemodellezve, és az egyéb extra felszereltségeim, a tulajdonságaira már tényleg nem tudok beszélni, mert már megint túldumáltam az időt. Fókuszáljuk a lényegre, amennyire lehetséges. Mit tüzel ez a francia csodaágyú UFL 120 F1-est? Itt a War Thunder szerint 575 mm a nyers átütése, emellé kapunk egy 50 kaliberest. Másik francia hagyománya a repeszgálvetés mellé, a nagykaliberi löveggel párhuzamosított anyag elleni gépfegyver. Esetünkben 50 kalos, sajnos hiányzik a 20 mm is,
És van még egy 762-es is felszerelve, elvileg kiegészítőnek. Na, megint túl domáltam magamat, de menjünk játszani. Na, akkor lássuk az első csatát, és minden utána nem multireg rendszerre megy egyedül, meg neki se futni a War Thundernek, ennél fog itt van a main áratja is. Hola Chicano. Neki az amerikaiakat fejleszti gőzerővel, és hát momentán még XM1, mi a legnagyobb amerikai? Ami meg is van. Tech 3-ből gondoltam, hogy egy... Tech 3-ből, go! Hát akkor... Ja, izé, a M163, de imádom. Tehát... Ja, bekapcsolom az OP-t. Az nekem is van, és amúgy videóban fogod látni, és amúgy előre szólok mindenkinek így, aki majd nézi a videóhoz, hogy nekem vörös a termálom. He? Úgy... Vörös termálom van. Kurva jó, olyan, mint a, Predator volt. Szeszküzimoa ez lenni bug, vagy Jonsekoa lenni ennek ilyen feature beállítás. Nem nagyon játszottam a színskálával, mert nekem az a fekete fehérbe jön. Piros, tehát hogy ez a piros, ezt megláttam. Ezt amúgy nagyon, főleg éjszakai pályán nagyon jó a szemednek amúgy. Na én innen nem mehet tovább menni, mert kapom a tockostot abban az esetben. Nem biztos, csak valahol. Érdemes tudni az XM1-esről, ha már megvan. A szemelőszereknél érdemes figyelni, mert fent volt az apas és az XM1-es egy XM1-es áráért. Tehát ingyen vehetted meg valamelyiket. Konkrétan. Az apacsot ingyen kaptad meg az XM1-es mellé. Árba úgy nézem, mert 55 euró volt a kettő kombinációja. Számolsz-e. És jött hozzá 2000 gold, és a prémium napra most nekem nem, már megvolt az XM1-es, mert megvettem, mikor Sándornak volt MTC-je, és még akkor jó használható volt. Most is az csak bele kell menni az ellenség arcába, annyira ki kell előszakolni vele a közelhat, hogy ott már ne legyen előny, azt az a nemnök termálja, ne azon bújjon a helyzet. Annyi egyébként, akartam olyan videót is csinálni a Premium Leopard között, bocsi, mi a különbség használatban, egyébként, de egy mondat be tudom mondani, az L44-esek keresik a nagy távolságot, ahol ki tudod használni a termát, a MTC Alprit bele kell menni az ellenség arcába, és kierőszakolni a közelharcot, ahol már egyszerűen nem a termát dönt, ennyi. Hiszem, hogy egyszerűen is ezt kéne csinálni, hogy bele menni az ember arcába, de nekem annyira nem megy néha, tehát annyira nekem ilyen nem feltétlenül, mert hát helyzetfüggő. Ahogy mondjam, ebben flexibilisebb az adnak egy kicsit, hogy minden pályán, tudja mindezt a két játékstílust, és minden pályán lehet vele valamit kezdeni, attól függően, hogy éppen maga a pálya esetleg egy ilyen full közelharcos, mint az átkelés a Rajnán, a Svédország. Rajnán. Ilyesmi. Ott is jól tud érvényesülni egy szinten, mert azért a torony forgása töltése megvan hozzá. Ilyen rajtaütéseket végre lehet vele hajtani. Pörgős tank. Ahol meg azt számít, kiveszi észre a másikat, mert dzsumbúj van, mint dzsungelpálya, meg ilyenek, vagy nagy távolságok vannak, akkor ott meg a termál miatt jó lehet. Te féreg, jobbról neked lesz egy 2A5-ös vigyázz, menet közben van és nagyon ránk van izgulva, mert kempeik azt pont hozom az apacsot. Nem szeretném kommentálni. Ne szólj. Jó. Jó, nekem azért egy Opel Premium helikopterem van neki, ez az egy, azt hiszem. Igen. És ez most már fekete a War Thunder Live-nak köszönhetően. Nyilván mindenki más is volt, aki kamuval látja, de nekem fekete. Én most így beruháztam erre a fajta festésre, amiről lökletnél elég hírhet. Nekem is egy Thunder Live-os volt az elején, ami digitális kamu sokkal jobban tetszik, de ezt más is látja, mert ez normál alapfestés. Hát aki éppen nem szürkébe lát mindent a Great Underben, mert folyamatosan Hunter Killert nyomja, annak ugyan mindegy lesz, hogy úgyhogy világítok, mint a karácsonyfa. Ez már tényleg saját magadnak ez is egy jónak. Ennyi erőre lehetne War Thunder Live-os kabós nekem fenn, mert nekem tetszik, más meg úgyse azt látja, hanem hőjelemet, szóval... Hát most csak ilyen, ez is tetszik, aztán... Na, nagy a fene. Ezt a lövést erre az arét, remélem nem egyet néztünk ki éppen. Mondd, hogy nem előled lőttem ki az arét épélye szót. Nem, én már izével vagyok. Apacskával. Hát attól még nézhetünk egyet egyszerre.
360 a smoke, ezen nagyon nagyokat élveztünk annak idején, ugye az Armored Warfare-ben, amelyik jármű tudott 360-ba füstölni, azért ott lement a spotollal így is úgy is. És itt is eléggé hasznos feature, most már tudtunk szépen pattanni, egyébként baromi jól lökelek, srácok, nagyon élvezhető ebből a játék. Tehát azért a nagy lőszerek sokat segítenek benne, nagyon-nagyon pörgős tank, van páncélzat, a XM1-ekről lévő szó részbe, azt hogy meg kell említenem, hogy nagyon sok esetben meg tudom őket úgy lepni, meglepetésszerűen, főleg aki úgy vette meg az XM1-et, hogy még sehol nincs tapasztalatban a Tobi erre. És éppen sarkot mögül követve, egyszerűen ráugrok a lökvelkkel, ugye pánikbe esik, odarázt egy kapáslövést, és tudod, hogy arról. Annak azért nagyon meg kell nézni, hogy hol próbálkozik a lökvelkkel. Azért nem arról szól a War Thunder, és nem lehet páncélra igazából sok mindent bízni, de hát igen, föld nagy szinten, de rohadtul számít az a páncél, ami van neki. De amikor először is megláttam ezt a tankot, legelőször sose forrajtam, mert láttam azt, hogy mennyire zárta a páncélzata, tehát hogy mennyire nem azon, hogy oldjató nagy hézók vannak a páncélján, a többi tankhoz összemérve azért na. A T-80 úval nem volt annyi élményem, hogy lepattanjon rólam lövedék, mint a Leclerc-kel, és azért az nem kis szó. Mit csinált a Hellfire rakétán? Hát, konkrétan fogta az... Na, elmész az anyádba. A 129 Magnus a videómban is jelzte, hogy a Hellfire nem csoda fegyver. Vannak nagy pillanatai, de annyira nem károsít néha. Nagy MBT-k ellen, hogy az már parólia. Közelébb leesett előtte, mint egy érett füge, bazd meg a tank előtt. Mint egy száraz füge. Van ilyen. Meg vagyok itt lőve, mert most ezen a mappen megindultak ezekkel a nagy modern mozgékony MBT-kkel, és semmire megindulnál már az ellensége spawnon, vagy tehát most mit csinálják, és nincs foglalási pont se. Mert ugye, milyen játékmódban vagyunk ez? Csata, vagy mi a bánatos istennyila? Igen, battle módban vagyunk, ami azt jelenti, hogy mindkét csapatnak van egy pontja, azt kell megtartani. Ami azért lenne jó, mert killeknek én, hogy lemenjen a meccs, inkább, mint foglalással, csak hát, igen. Normandiában kicsit behatárolt a mozgás. Ha feladom azt, ahol most vagyok ezt a pozíciót, itt átrohan az ellenség, és ott vannak a spawnunkon. Akkor az a szagond. Jó, tehát... Ez amit utálok ebbe a játékba, bazd meg. Tehát, most nem azért mondjam, de vettél egy OP Premium tankot, vagy Premium helikoptert, és láthatatok, hogy ne ennyit ér az apasnak a Hellfire rakétája. Tehát hármat előttünk konkrétan, és egyik beleesett a tank elé, így bepottyant elé, a másik konkrétan Ghost rakéta volt, mert tök vicces az, hogy Ghost se legyen egy rakétának, és így átment a tankon. A harmadik meg oda se ért, mert minket lelőtték flakpanzerányt, és ő nem hajlandó be. Hoppá, elfogyott a füstünk, de ezt oltjuk mindjárt, csak vissza vonulunk. Leclerc. Monsieur Charles Leclerc. A lőszerünk az elment a toronyból, és ennyi konkrétan. Na ezt a lövést nem tudom majd, megpróbálom lehet replayből kinyomozni, hova lőtt a srác, mert kivitte a lőszereket, toronyfronton lőtt be pedig elvileg. Látszik, le van modernezve a sérült, de embert azt nem érintett meg. Ágyúzávát nem érintett meg semmit. Tehát a tornyon elő bement, hátul kiment, kivitte a lőszert, kiégett, oltottam és semmi több. Számomra nem megszokott dolog, hogy olyan tankkal játszok, aminek van túlélő képessége, és előkeknek van. És ameddig nem pakolták le az alvázba a összes lőszerét Salvatore-nak, a Ariete PSZ-omnak, addig ez azzal is megfordult ilyesmi. Na most ezzel megcsesződtünk, mert kaptam a motoromba egy... Nem tudom, hogy honnan egy lövést. Lehetséges a 2K-tól, lehetséges, hogy nem. Ja, hogy hátba lőttek. Aha. Na mindegy, akkor... Na hát akkor Stalingrad, gyorsan bekapcsolom az OP-t. Beálltak egy alapirányzást, és azt mondja, hogy... Jézus Mária, jó Isten. Hát... Igen. Most felmerült bennem, hogy kimenjük ott a kerítések mentén a pályaszélre, arról flankelni, mert egy gyors vagy itt a főleg, de még én is, viszont arra az oldalról ki ellen megyünk. Német-olasz. Hát onnan jönnek a helikopterek, de kevesebb az esélye. Ja, igen, most velem van a Captain America.
este erre, csak azt tudom mondani. Sőt, az oroszok is velünk vannak. Ííí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 
kezdődik szemegyesre. Egy nagyon firmányos taktika van rá, srácok. Úgy kezdik, hogy Leroy, és a végül az... fejeződik, hogy... Jenkins! Igen, ilyen az atyával szakaszban játszani, mondani, hogy kéne valami fírnyákos taktika az, a hülye mit csinál? Leroy Jenkins! És akkor... És kijöltem négy tankot, jó? Nem, azért úgy volt, hogy... Marra epik, amikor bejön, csak hát... Szóval marra, direkt marra, hogy jaj! Megkapom, geci! Jaj! Firén vagy! Ajj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 
engem meg akarnak csikarni. Firmajos taktikám nem jött össze. Gyanik lakák, OP vagy? OP vagy? És tényleg OP. Ubul HVG. Mert amúgy OP az X-1-esnek az... Már megint mit kaptunk, gyerekek? És egy, lánc, és egy láncot szerelünk, jelzem egy láncot. Na, a fél tank fekete, ezek után. Repülőgépet hallok, ja nem, ez, ez az ablakomból nyit. Jó, akkor azt nem lőjük le. HOT 3 rakétának egyébként a 4 km hatótávolságon kívül van még egy olyan kínja is, hogy letek lassú. De még ezt is megbocsátom neki, mert egyébként, hogyha most eltaláljuk ezt a Leopardot, fogunk látni valami olyat, amit károsító hatásnak neveznek, a Tandem Warhead. Révén nagy a károsító hatása. Hát ez a bágyat kis fing, ez most pont nem támaszott alá azt, amiről beszélek. De általán... Bágyat kis lapos őszi fing. Gyerünk, érj már oda, érjél már oda! Jézus Mária! A lassúságát gyönyörűen ábrázoltuk egyébként, de a károsító hatását azt mondjuk pont nem. Kövi csata. Nos, akkor úgy alakult, hogy japán meppel fogom az álló gondolataimat elmondani a öklekről. Ugye ez a csatához képest az előzőeket még múlt este vettük fel. Én aratjával egyikünkben sem volt már annyi craft, hogy megpróbáljunk önállóan egyedi videózni, megpróbáltuk együtt. Köszönet érte ezúton is. Köszönöm a játékot és a segítséget. Nos, Leclerc, Monsieur Charles Leclerc. Ugye eddig is, ameddig csak ellenfelemként ismertem a Leclerc-et, tudtam, hogy nagyon komoly MBT. És azért van összehasonló társadalom, mert megvannak a Leopardok, megvannak a T-80-asok, van Type 90-esem, megvannak az Ariete-ék, tehát azért a Tobi RS MBT vonalak, hogy tisztában vagyok. A mindent egybevetek azzal, hogy tűzerő, ágyúkezelés, túlélő képesség, azt nem mondom el, mint Tobbierben voltam, de vagy páncél, úgy fogalmaznék a túlélőképesség, mobilitás, akkor hát azt kell mondanom, hogy alig hanem a legjobb. Legalábbis a legjobb őt én egyik tapasztaltam a Voltanderbe. Én most jöttem vissza Nászútól az Arya TPSO-val, Salvatore-val, így magamban elneveztem. Úgyhogy ma az is így mézeseteket tudhatok magam mögött. Illetve a magunkénak. Ágyúzávár Gunner Commander. Amcsiangon japán ellen megyünk. Nincs csak illúzió, maradkozom, hogy a rásadikat meg fogjuk-e úszni, mert ezek szerint nem valószínű. Még nem van lömőket, de már számítani kell rájuk, mert ez a szabály. Angol amcsi zászlót látsz a másik oldalon, akkor általában nem úszod meg rásai nélkül. Szinte nem érdemes nem légvédelemmel bejönni elsőre, ami rohadtul idegesítő, mert... Nem látok rá elég jó. Kellene a cserinek, visszavonulunk. A
Évben szigényelt a repet, tehát hát igen, ezt a túlélő képességet mondtam, hogy a többihez képest ki tudom emelni, már nem sokkal vannak ilyen élmény, a T-80 úrakva van, hogy lepattaló egy-egy lövés. Bár azért eléggé közismert, hát orosz nagy MBT, tehát mind 12 egy tucat négynek ugyanott kell meglőni. Igen, szóval ilyeneket azért nem mernék megkockáztatni a többivel. Gyerekek, Sherlock Leck. Monsieur Sherlock Leck. No comment. Nem mondom azt, hogy biztos, mert tudtam volna, hogy egyetem meg mertem volna csinálni bármik másik több éres MBT-mmel. T-80U-val talán megmertem volna kockáztatni, de tudja a fene, nem biztos, hogy jöttem volna ki belőle. Ez valami egyszerű szegény kémet kinyúzni a bőréből, mint a Leclerc-et. Ugye azért elég különböző játékstílusa van a Tobi RS MBT-nek, MBT családoknak, amelyik egy komplet családnak a képviselője, úgymond. Na, előbb nézek egy A2-est. Meg gondoltam, hogy van ott, gondoltam is. Szóval, Leclerc. Azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy betettem legénységig a szívára lényet, és kigóloztam a modifikációnak a túlnyomó többségét. Nagyon komoly játéké, mint az a kis tank, és hogyha még tesznek be Leclercből más változatot, esetleg, akkor ugye a francia Tobiernek egy iszonyatosan kemény line-up-e lesz. És azt kell mondani, hogy még az Almist egyben is köszönni szépen jól van éli világát, ugye régebben nem volt a francia tech csúcsa, 550-es körül átütéssel, róla volt akkor videóm. Nagyon jó 97-es MBT lett belőle, így hogy most ez a lőszer 394-re van, ugye úgymond nerfelve, de hát 9.7, a többi 9.7-es tankhoz kellett igazítani. Ezért aztán így járt, de még mindig egy iszonyúan jó tank, egy mozgékony tank, jó respawn tank. De általában ugye helikopter szoktam visszamenni, vagy megkezdem a meccset a helikopterásnak a gyanúja miatt a Rolanddal. Flatlock Panzer 1, miatt tudtam mire számítsak tőle, és egy nagyon jó légvédelem. Úgyhogy összességében véve a francia, így a Leclerc a tetején, azt mondom, hogy Tobierbe élvezhető és versenyképes. Hát ettől köszönöm, hogy velem voltatok az úton, onnantól kezdve, hogy elkezdtem egyáltalán a franciákat az első jetlő botol lépésektől kezdve idáig így a végéig, ami a francia tektének is, meg lassan már a csatornának is a vége, mint olyan. Úgyhogy tényleg köszönöm, hogy velem voltatok, srácok, és minden pozitív és visszajelzést, vagy építőkritikát, azt szeretnék megköszönni az úton mindenkinek, végig az út során. Ne csak azok az emberek találjanak meg privátban, akiknek anyázni van kedve, hanem az értelmes emberek is egész nyugodtan írjanak Discordon, vagy játékon belül privát üzenetbe. Valamilyen az értelmesebb emberek nem szoktak, de a komment mezőbe köszönöm annak, aki értékelhető és használható... Ó, bocsa, Discord pittyegési. Értékelhető és használható, akár kritikát is megfogalmazott, mert abból tudok építeni és fejlődni. Hát köszönöm, hogy velem voltatok, Mezemi. Bon voyage!